közel 20 ezer forint, ennyibe kerül egy-két gyermekes család számára a belépőjegy Nyíregyháza vagy épp Hajdúszoboszló strandjain. Hazánk nagyobb tavainál pedig 10-15 ezer forintot kérnek el a kasszáknál egy családtól. És ehhez jönnek a közel 2000 forintos lángosok, 3000 forintos ebédek, 1000 forintos sörök, jégkrémek fejenként. Egy friss felmérés szerint a magyar lakosság mintegy 70%-a nem engedheti meg magának, hogy egybefüggően egy egész hetet töltsön nyaralással 2024-ben. A felmérés rámutat arra is, hogy a nyaralást tervezők átlagosan 11 napra utaznak el a nyáron itthonról. A válaszadók negyede háztartásonként 100-300 ezer forintot, 18% 300-500 ezer forintot, 17% legfeljebb 100 ezer forintot, 9% 500 ezer forint és 1 millió forint közötti összeget, 6% pedig több mint 1 millió forintot tervez költeni. Fábián Gergely szerint nem csak az anyagi helyzet miatt alakulhattak így a felmérés adatai. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez valamiféle fajta szegénységmutatót jelent, hanem egyszerűen azért, hogy a bérek vagy a jövedelmek azok nem vagy kevésbé tartottak lépést az inflációval, és nyilvánvalóan drágább is lett a nyaralás, hogyha a kiadási oldalt vizsgáljuk. Másik oldalról különösen fogalmazunk így, nem szeretem ezt a kifejezést, de fogalmazunk leegyszerűsítve úgy, hogy a vidéki Magyarország, ott azért a mezőgazdaság, a mezőgazdasági munkák, a régen úgy nevezett, hogy háztáji, tehát a ház körüli tevékenységek, ahol a növényekkel, az állatokkal kell foglalkozni, az mindig nyári időszakra csúcsosodik ki. Ilyenkor van a dömpingje a mezőgazdasági munkáknak, és nem is igazából tehetik meg az emberek, hogy ezt csapot-papot ott hagyjanak és elmenjenek. Az egy hét, egybefüggő egy hetes nyaralás pedig eleve lehetetlen ebből a szempontból. A szociológus úgy látja, a nyaralási szokásaink összefüggenek a kulturális és egyben gazdasági örökségünkkel. Ugyanakkor hangsúlyozta, Magyarország jó természeti adottságai miatt sokak számára nem létszükséglet, hogy elhagyja a lakóhelyének környezetét. A Google térkép alapján Magyarországon ennyi gyógyfürdő található, vagyis szinte minden vármegyében lehetőség van a jó minőségű strand használatra. Mi Magyarországon elég sok vízzel rendelkezünk, abban az értelemben, hogy vannak folyóink, vannak kisebb-nagyobb tavaink, hogy olyanok is vannak, akik mondjuk ezeknek a közelében, vagy ezeknek a mentén élnek, bármikor tudnak kikapcsolódni, strandolni, és nem biztos, hogy feltétlenül abba gondolkodnak, hogy nekik el kellene utazni valahova, távolabbra vagy messzebbre. A szakember hozzátette, a vármegye székhely lakosainak nyaralási szokásait évtizedek óta vizsgálják, és ebben a körben egyértelmű javulás látható. Ez ugye a 2000-es években, a 2008-10-12 körül még nagyon hasonló arányokat tapasztaltunk, ahol mondjuk azt mondom, a nyíregyháziak körülbelül kétharmada nyilatkozott úgy, hogy nem, és ez kifejezetten anyagi okokból nem tudja megengedni magának, és aztán körülbelül 2012-től javult, sokat javult a helyzet, eljutottunk a kétharmadtól egy körülbelül 50%-ig, ami azt jelenti, hogy a nyíregyházi lakosoknak a fele mondja azt, hogy igen, megengedheti magának, tehát rendelkezik olyan anyagi forrásokkal, hogy el tud menni nyaralni, az is igaz, hogy a másik fele meg azt mondja, hogy nem. És ugye, amikor az arányok így, és ez nem lett rosszabb ez a mutató, így a 2020-as évekre, tehát ez most már majdnem azt kell mondani, hogy körülbelül 10 évben nagyon standard. A felmérésben megkérdezettek 44%-a azt mondta, akkora megterhelést jelent neki és a háztartása számára a nyaralás, hogy hónapokon keresztül kell spórolnia hozzá. Amiből az is következik, hogy a nyaralás nem csak a jövedelmektől, hanem a választott értékrendtől is függ. Csak egy példa a számtalan lehetséges közül. Napi egy doboz cigarettával számolva egy dohányos éves szinten megközelítőleg 700 ezer forintot költ az egészsége rombolására, amelyből akár egy 4 fős családi nyaralás is megvalósítható lenne az ország bármely népszerű turisztikai célpontjánál.